Kétségbeesett szülők, tehetetlen egyesület, elszánt vállalat. Hetek óta arról beszélnek Solymáron, hogy szeptember végétől már nem lehet sportolni a PEMÜ pályákon, se kint, se bent. A Solymári Sportegyesület azonban nem adja fel. Próbáltunk tárgyalni, mint hogy azt már le is írtuk ugye több fórumon. A sportcsarnokot sikerült ugye szeptember 30-ig meghosszabbítani a bezárás elől ugye. A külterületet pedig most egy új információ, november 30-áig fogják nyitva tartani. Ugye a nagypályát használjuk, a kispályát használjuk ugye a focistákkal edzésre, illetve a meccsekre használtuk volna ugye. Át is öltöznénk ugye itt a folyosó, nem kellene se mosdó, se semmi ugye nekünk. Igazából egy a világítás lenne fontos ugye, mert majd októbertől 5 órától sajnos már sötétedik. Sajnos ugye világításra nincs lehetőség, emiatt ugye kénytelenek vagyunk októbertől a focit is ugye elvinni. A Solymári Sportklub részéről 300 gyerek és 100 felnőtt igazolt sportoló érintett a bezárásban. A kézilabdásoknak a legbizonytalanabb a helyzetük. Kézilabdás, mit szólsz, hogy be akarjam? Hát szomorú vagyok. A legtöbb szülő attól tart, hogy nem fogja tudni megoldani a gyerekek szállítását. Hát nem örülnék, hogyha az iskola mellett még egy másik településre kéne menni edzésre, az plusz egy óra. De tanulni is kell, a városba jár iskolába, tehát hogy ez így nehéz. Nehezebb lesz, macerásabb lesz. Gyerekünk itt kézilabdázik, és most egyszerűen nem tudjuk, hogy mi lesz. És azért a környéken sehol nincs ekkora méretű sportcsarnok. Például nekem ide jár a 9 éves, a 11 éves, a 14 éves gyerekem, és most utána pedig hová tudok velük menni? Azért vannak kiakadva? Igen, igazándiból. Ezért. Mert most egy gyereket hogy engedjek el? Solymár egyre nagyobb, szerintem elég nagy a településnek a létszáma, és akkor most ilyen nagy közlekedési helyzetben a gyerek menjen akár Szent Ivánra vagy Vörösvárra, nem tudom, hogy ki az, aki bátor, aki elengedi a gyerekét. Ez meg tényleg itt van helybe. Az egyesület dolgozik azon, hogy minden gyerek el tudjon jutni az edzésekre. A labdarúgó szakosztályvezető szerint lehetetlen kivitelezni azt, hogy a téli hónapokban kint edzenek a sportolók úgy, hogy nincs infrastruktúra körülöttük. A mérkőzéseket nem fogjuk tudni lejátszani, mert hozzánk az információ jutott el, hogy áramtalanítják a létesítményt. Ha áramtalanítva van, nem tudunk bemenni. Gondolom az öltözők ugyanúgy le lesznek zárva, mivel fűtés sem lesz, és leengedik állítólag a radiátorokból a vizet. Ettől fogva novemberben nem tudunk mérkőzést játszani, mert a vendégcsapatot öltöztetni kellene, a mérkőzéseknek van egy áramigénye, mert laptopot kell használni, a játékvezetőket be kell küldeni. Szeptember után, 5 óra után edzeni se tudnánk, mert a kinti világítás szükséges hozzá, hogy ezt megoldjuk. Tehát ha még ez a dátum igaz is lenne, gyakorlatilag világítás és fűtés nélkül nincs értelme. Sem a sportegyesület, sem az önkormányzat nem tud mit tenni, mert a PEMÜ egy magánvállalat. Ennek ellenére az önkormányzat 2008 óta évi 5 millió forinttal támogatja az intézmény működését. Szente Kálmán elmondta, hogy most is tett lépéseket a megoldás felé. A sportkör két vezetőjével elmentünk az államtitkár úrhoz, vázoltuk neki a helyzetet, elmondtuk, hogy itt azért nagyon sok gyermeknek a sportolásáról van szó, nagyon sok családot érint, ez egész Solymárt érinti a csarnok esetleges bezárása. Annyit kaptunk az államtitkár úrtól választ, hogy ő személyesen fog itt közben járni, és megkeresi a PEMÜ vezetőit, személyes találkozóra kimegy hozzájuk, és ahogy tudunk valamit, akkor jelezni fogjuk a lakosságnak. Én kértem a PEMÜ vezetőitől, eddig még nem kaptam rá választ, hogy mutassanak valami kimutatást, hogy mennyivel nő ez az energiafelhasználás, mert adott esetben lehetséges, hogy a község tudna ebbe valahogy segíteni, vagy valamiféle energetikai beruházást megvalósítani. Hát gondoljunk bele, hogy 30-valahány éves higanygőzlámpák vannak a küzdőtér fölött, tehát az óriási mennyiségű áramot fogyaszt. A polgármester már egyeztetett személyesen a térség országgyűlési képviselőjével, de hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Mencer Tamás, a PEMÜ vezérigazgatójával is, és remélhetőleg megtalálják a lakosok számára kedvező megoldást.